Mindenkit üdvözlök. Örülök, hogy ismét Budapesten lehetek. Marianella Kloka vagyok. A Praxisnál dolgozom, ez egy NGO. Nem azért jöttem, hogy megmondjam, hogy mit kell tenni, csak azt szeretném elmondani, hogy mi mit tettünk. És hogyha esetleg ebből ihletet tudnak meríteni, vagy úgy gondolják, hogy érdemes itt megvalósítani, akkor szabadon másolják le nyugodtan. Néhány szót a gyakorlatról. Csak hogy megértsük, hogy milyen szerepet játszhat egy NGO egy ilyen típusú ártalomcsökkentő beavatkozásban. A Praxis egy független NGO, a fő célja, hogy humanitárius programokat és orvosi intervenciókat tervezzen, alkalmazzon és hajtson végre. Kis szervezetként kezdtük, de egy kis szervezet is sokat tehet. Tehát ezek az alapszolgáltatásaink, ezeket nem fogom felolvasni, pszichológiai támogatás, szociális támogatás, holisztikus megközelítést alkalmazunk. Megpróbáljuk megtalálni a módját annak, hogy ez kábítószerfogyasztókat nem csak meggyógyítsuk, úgymond, hanem integráljuk őket a társadalomban, a szolgáltatásaink ingyenesek. Fontos meghatározni, hogy kik a kedvezményezettjei a munkánknak, hiszen figyelembe kell venni, hogy Görögország 2009 óta folyamatosan nagyon nehéz helyzetben van, tehát a kedvezményezetteink otthontalanok, biztosítással nem rendelkező gazdasági migránsok, papírok nélküli migránsok, menedék kérők, menekültek, felnőtt kísérő nélkül gyermekek, emberkereskedelem áldozatai, szexmunkások, utcagyerekek, kábítószerhasználók, romák, HIV-vel élők, férfiakkal szexuális viszonyt létesítő férfiak, a gazdasági válság által sújtott görög családok, tehát gyakorlatilag mindenki, aki gazdasági vagy társadalmi kirekesztést tapasztal. Az Okana nevezetű görög szervezet és a Hellén betegség ellenőrzési központ már 2011-től megfigyelte a HIV növekedését az intravénás droghasználók között Athén központjában. Itt láthatják ennek a HIV vírus előfordulásának az alakulását. 2010-ben hatalmas növekedést tapasztaltunk az új HIV diagnózis számát illetően az intravénás droghasználók körében. Az emberek, akik intravénás kábítószer használok, lehet, hogy már régóta fertőzöttek hepatitis C-vel, de a valami miatt a HIV esetében szólalt meg a vészcsengő. Lehet, hogy ez annyiban szerencsés, hogy most a hepatitis C-re is felhívja majd a figyelmet, hogy azt is vizsgálni kellene. Az ECDC és az MCDDA két alkalommal, három hónap alatt vizsgálatokat végzett, minden érintettel beszélt, kábítószer felhasznál alkalmazókkal és más érintettekkel, és egy javaslatot tett, amelyet véleményük szerint meg kellene valósítanunk, hogy a helyzet javuljon. Ezt a hét ajánlást fogalmazták meg. Ezek közül abból az átfogó csomagból származnak, amelyet Fabien az imént bemutatott. Tehát az első ajánlás, amit tettek, ez a tűcsere, illetve a tűosztás volt, ami nagyon fontos, mert 2009 óta nem volt tűcsere programunk Athén központjában. Talán elmondhatjuk, hogy néhány tűt ki tudtunk osztani, de nagyon ritkán és keveset. Tehát az legelső ajánlás az volt, hogy menjünk ki az utcára és kezdjünk tűt osztani. A második, hogy olcsunk be az embereket hepatitis A és B ellen, és külön figyeljünk oda a HIV pozitív vírushordozókra.
és influenza ellen is olcsó. A másik következő az OST, erről is beszélt Fabian. Tehát az opioid szubstitúciós terápia Athénban már 7 éves várólistán volt 2011-ben, nem tudom, hogy értik-e, hogyha én kábítószer fogyasztó vagyok, és intravénásan adom be, és nincsenek túl jó kapcsolataim a családommal, éppen a kábítószer szokásaim miatt, 7 évig kell várnom, sétálva az utcán, hogy egy ilyen szubstitúciós terápiában részt vehessek. A következő ajánlás orvosi vizsgálat TBC-re azok esetében, illetve hozzáférés az antiretrovirális gyógykezeléshez azok esetében, akiknek nincsen biztosításuk, például papírok nélküli migránsok, 25-30%-ot képviselnek, nekik nincs biztosításuk. 2009-től mai napig kiszámoltuk, hogy a görög állampolgárok egy harmada elvesztette a társadalombiztosítási státuszát. Tehát nagyon világos volt, hogy az antiretrovirális gyógykezelést mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ezen kívül egészségügyi oktatást kell biztosítani az érintett populáció számára, illetve célzott szolgáltatásokat az intravénás kábítószer felhasználók számára. Ez volt az a 7 ajánlás, amelyet az nemzetközi és európai szervezetek megfogalmaztak a görög kormány számára. Mit tett az OKANA, a görög egészségügyi szervezet? Egy hálózatot alakított ki a különböző NGO-kkal, tehát az OKANA alkalmazottai és az NGO-k alkalmazottai között. Kialakítottunk ilyen higiéniai készleteket, amiket itt láthattak, és egy hálózatot alakítottak ki, hogy ezeket ki tudják osztani. És a cél az volt, hogy felhasználóként, droghasználóként 200 ilyen készletet osszanak ki. A Praxis, ami szervezetünk már az első pillanatban csatlakozott a hálózathoz, önkénteseket kínált fel, és a kórházi munkán újjonnan fertőzött papírok nélküli migránsok esetében. Hiszen az ő esetükben nem volt ellátás, tehát akinek nincsenek papírjai, nincsen biztosítása, nem járt neki ellátás. Az utolsó pedig az Aristoteles projekt. Itt láthatjuk, hogy itt 7 ajánlás volt az európai szervek részéről, de itt nem volt ajánlás, amely egy hepatitis C és HIV gyors tesztet célzott volna, még pedig nagy volumenben. Úgyhogy az OKANA még ezt az ajánlást is tette. Tehát az Athén központjában élő kábítószer fogyasztókat összekötötte, kapcsolatba hozta a HIV-et kezelő klinikákkal. Tehát ez egy lavina hatással járhat, hogyha valaki kábítószer fogyasztó és bemegy teszteltetni magát, ilyen gyors tesztet elvégeztet, akkor már 5-6 barátját is beviheti, akivel korábban megosztotta a tűket, vagy együtt lőtték be a kábítószert. Tehát több ember jutott be a szolgáltatáshoz, akik intravénás kábítószer fogyasztók a Athén központjában. Egy olyan modellt mutatok, tehát be, ahol a kormány szektor és az NGO szektor együttműködött a járvánnyal leküzdésére. A kormány szektor megteheti, hogy finanszírozást szerez az egészségügyi minisztériumtól, könnyebben hozzáfér a strukturális EU alapokhoz. Tehát ezt a programot egy éven keresztül kísérleti projektként teljes mértékben a pénzekből finanszírozták. A kormányzati szektornak megvan a know-how-ja,
az ártalom csökkentőt. Mindegy, hogy most ez jó szervezet, vagy rosszul szervezet, de van tapasztalatuk, hogy az utcán dolgozzanak. Kábítószer fogyasztókkal. Több éves tapasztalatuk van, pszichológiai támogatást tudnak nyújtani az utcán dolgozóknak, lehetőséget tudnak nyújtani számukra, hogy belépjenek a szubstitúciós projektbe, az OPS szubstitúciós projektben, és egy bizonyos biztonságot tudnak garantálni az utcán dolgozók számára. Az NGO szektor előnye, hogy bevonzák az intravénás kábítószer fogyasztókat az ellátásba. Tesztelni lehet őket így hívre hepatitis C-re. Több a motivációjuk, víziójuk van, nagyobb a rugalmasság, kevésbé bürokratikusak az eljárásai. Hiszen az állam bürokratikus eljárásai egyszerűen döbbenetesek, az NGO szektorban pedig gyorsan és jól lehet reagálni. További olyan, hogy pénzügyi támogatást tudnak szerezni egyéb donoroktól, intézményektől, magánszektortól, stb., ahonnan például a kormány nem tud pénzt szerezni. Which is another very big issue, egy alapítványt, amit a kormány nem tehet meg. Az önkéntes munka is előny, hiszen a kormánynak mindig fizetnie kell, mi pedig önkéntes munkát tudunk adni. Folyamatosan javaslatokat teszünk az együttműködés javítására, mindig kritikus szempontokat hozunk fel. Mi nem csak végrehajtjuk a projektet, hanem részei vagyunk, annak ott vagyunk az utcán, és folyamatosan kritikusan, konstruktív kritikával állunk a projekthez, és folyamatosan javítani igyekszünk a projektet. A jelenlegi pillanatig a következő eredményekről tudok beszámolni. A 200 kiosztott aktív fogyasztóként több mint 60%-ban, tehát 2012 és 2013 között egy innovatív modell megalkotása, amely a kormányzati és nem kormányzati szervek közös projektje, és amelyet számos más kihívásra is lehet alkalmazni. A nemzeti politika befolyásolja, tekintettel a jelentősebb együttműködés igényére, egy állandó, hivatalos nemzeti bizottság megalakítása, amelynek mind a két szektorban van egy pillére, 5 éves mandátummal. 4 alcsoportja van ennek, amelyek a havi szinten koordinálnak olyan főterületen, mint az utcán végzett munka, a HIV és a hepatitis C tesztelés beavatkozások. Itt láthatjuk az eredményeket. 2010-ben 15 intravénás fogyasztóval HIV pozitív, 2011-ben 2013, ez volt a vészjelző, 2015-ben még jobban villogott a vészjelző, 518 volt már a HIV pozitív, 2013-ban kezdett csökkenni a tendencia. 239 új HIV pozitív embert diagnosztizáltak az intravénás drogfogyasztók között, 2014-ben 84-et. 2014 novemberig, tehát eddig vannak adataink. Ezt tettük, tehát sikerült együttműködni, és semmi más nem tettünk, mint a nemzetközi és az európai szervek ajánlásait követtük. Milyen kihívásaink vannak a jövőre nézve, hiszen még nincs vége. Meg kell szüntetni az OPS szubstitúciós terápia várólistáját. Még mindig 2,5 éves ez a várólista. Egy intravénás drogfogyasztónak 2,5 évet kell várnia az utcán, amíg egy ilyen terápiát elkezdhet. Biztosítani kell az ellenőrzött fogyasztói helyiségek jogi státuszát. Egy kísérleti projektet kezdtünk,
legally assured. De jogi háttere nem volt. Since August 1st, tehát augusztus 1-je óta bezárták ezt az ellenőrzőfogyasztói helységet. Foglalkozni kell a hepatitis B, C és TBC együttes fertőzésével, együttes előfordulásával. Hiszen beszéltünk a HIV-ről, de a hepatitis már régóta jelen van, és senki nem foglalkozik vele. Külön kell választani, hogyha valakinek nem rendezett a státusza, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Éppen tegnap voltam egy ilyen ülésen, ahol arról volt szó, hogy a papírok nélküli migránsoknak nem biztosítanak egészségügyi ellátást. A megfelelő ártalom csökkentési beavatkozásokat elérhetővé kell tenni a büntetés végrehajtási intézményekben is. Nagyon fontos, hogyha valaki börtönben van, ugyanazokat a jogokat meg kell neki adni, mint amelyekkel a börtönön kívül rendelkezik. Meg kell növelni a kondom osztást, hiszen a szexuális fertőzési út jelentősége növekedhet az inkubinás drogkasználók között és szexuális partnereik között. Hiszen az egy dolog, hogy van egy ellenőrzött fogyasztói szoba, és azt ellenőrizni tudjuk a tűhasználatot, de a fertőzöttek szexuális partnereivel is foglalkozni kell. A kondomosztás esetében a véleményünk szerint az a legfontosabb, hogyha valakit tesztelünk és diagnosztizáljuk HIV-vel, akkor össze kell kapcsolni egy antiretrovirális kezeléssel. Nagyon fontos, hogy a szakszemélyzet tett is megfelelő képzésben kell biztosítani, és hogy a HIV pozitív drogfogyasztókat megtartsák a kezelésben, hiszen kétharmaduk valahogy elveszik, eltűnik az éterben. És csak egy harmaduk folytatja a kezelést. And all the basic needs can be covered. Tehát egy intravenás drogfogyasztó esetében az antiretrovirális feltennék egy kérdést azért. Marianella említett, Marianella mentioned that there was a consumption room, a drug consumption room in Athens. Marianella említette, hogy van egy nyitott fogyasztói szoba, Athénben volt egy ilyen szoba, egy helyiség, amit aztán bezártak. El tudná-e magyarázni, hogy miért zárták be, mi történt, és van-e lehetőség arra, hogy újra nyissák? Well, as you have seen, the consumption room was not in the list of the seven proposals made by the international bodies. Although, if you read carefully materials that have been published by the MCDDA and other international bodies, you will see that the intervention of drug consumption rooms, generally speaking, is very important because first of all, if you take it from the public health point of view, you have not crawling the epidemic on the streets. Ez a fajta járvány, ez if nem you take az it from the public order körbe, point of view, tehát, hogyha you don't have közrendészeti szempontokat nézünk, in the center of Athens and akkor az Athén központjában intravénás felhasználók megjelentek, az egyik dolog, az a panaszkodik a nyilvánosság. So this is another way not to enter in this problems, let's say, finding syringes, used syringes all around the streets, because it's consumption room, people go there, inject, and everything is well protected. If you take it from a personal health point of view, you can avoid overdoses. For example, in Athens, we have more than 500 cases of people that monthly were visiting the drug consumption room.
amikor valaki felkeresték ezt az ellenőrzött helyiséget, tehát 500 különböző ember kereste föl, from the, from 2013 that started 2014 that almost ended there, although the official end was 1st of August. We had 30 people that have avoided overdoses. 30 olyan ember volt ez alatt az időszak alatt, so I don't know if numbers concerning possible deaths mean anything to anybody. Itt a potenciális haláleseteket sikerült elkerülni, még annak ellenére, hogy itt csak ilyen számokról beszélünk. So you see that there is a very interesting area of intervention that the drug consumption room can help. Beavatkozási sorozatot látunk, ami segíthet a használókon. Drug use and drug consumption room is a little bit difficult to be well understood by people and also by families and also by politicians. This is really difficult because using is not legal. Dolog, hiszen so providing tools for someone to use jogszerű, in a, let's say, effective way, ahhoz, hogy valaki it's legal, but it's also in a gray legal zone. Akkor itt már egy szürke zónában járunk jogilag. That we said before, concerning needles and syringes, for example, is also in a gray legal zone. Fecskendők és I mean, anytime, if the legal system of a country is not well prepared and well we as street workers can be arrested. Akik az utcán végezzük ezt a fajta tevékenységet, akár letartóztatásba is kerülhetünk. HIV, hepatitis C and other issues és egyéb problémák needs ellenik küzdelem, also a different approach concerning drug use itself. Igényel magával I don't know if politicians are ready to take this risk. For example, in my country, from 2006-2009, since today, we have changed the Ministry of Health, the Ministers of Health, more than six times. I don't know if you can understand how totally unstable is the political situation in Greece right now. And nobody takes care and takes a responsibility for projects that are not very well received or they are not very well advertised, for example. Kaphatnak pozitív figyelmet a nyilvánosságban. Egyfajta kombinációjáról beszélünk a tényezőknek. Egyrészt a nyilvánosság megértése, és így a közegészségügyi szempontokat, illetve az emberi jogokat kellene tudnunk érvényesíteni. Ezt szemben akkor a halálesetek elkerülésével, illetve a közrend szempontjaival, but they don't understand exactly these issues, or if I may say, they're not interested. Vagy is mondhatnánk, hogy nem so érdekli. This is something that we have to gap, it's a very big gap that we have to make bridges nagy understand it and give responses in a different way. Finally, at the bottom of everything, Peter, I think that it's important to realize our inside of our concern people, human rights, and public health safety. If not, then everything, comprehensive packages, consumption rooms, etc. are useless. Átfogó megközelítéssel kell, különben az összes részterület a végzett intézkedésekkel hatékonytalan marad. Összeszedte a bátorságot, köszönjük. Görögországgal kapcsolatban kérdezném, hogy milyen típusú kábítószereket fogyasztanak, főleg heroint vagy egyéb kábítószereket. Tehát az új anyagokról kérdez, szintetikus katinonokat injektálnak, vagy főleg milyen kábítószereket injektálnak a felhasználók? Hagyományosan ott van a heroin, ott van a heroin felhasználó 2009-től. The intervention of CISA. CISA is a crystal methamphetamine. Egy amfetamin. Származik nagyon olcsó kábítószer. A hajléktalanok kábítószerének használják.
80%-ban elszívják, 20%-ban injektálják, naponta 5-6-szor. Eddig nincs tudományos jelentés, amely össze tudja kapcsolni az úgynevezett SZISA használatot a HIV járvány robbanással. Activities of harm reduction. És a zártalomcsökkentésnek erre is kell koncentrálnia. Még valakinek kérdése? No, I had a question to Marianella. This is Anna. Nekem lenne egy kérdésem Marianellához. Az előbb említetted is, hogy hogy magyarázod ezt a drámai növekedést, a HIV esetek növekedését. Ha jól látom, akkor az nem a finanszírozás csökkenésével függ össze, hanem a szolgáltatás minőségével. Tehát nem áll összefüggésben a pénzügyi válsággal. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mi a helyzet azokkal, mi a helyzet azoknak, akik kábítószert fogyasztanak, amikor elkezdődött a járvány, nem volt úgynevezett szövetség, nem volt szervezete a kábítószerfogyasztóknak. Különböző helyeken rejtőztek. A kábítószerfogyasztók szervezete Athénban 2012-ben alakult. Mi már ott voltunk az utcákon, és ezen a projekten dolgoztunk, és megpróbáltuk az ügyet az asztalra tenni, a kormány elé vinni. They are included there. Korábban említettem, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek a törvény erejénél fogva részei a projektnek, tehát hallathatják a hangjukat, beleszólhatnak bizonyos mértékben a dolgokban. A praxis most pedig megpróbálja az utcai munkába is bevonni őket, hiszen az is mítosz, legalábbis nem igazán jól értjük azt, hogy a kábítószerfogyasztóknak van-e. So we try to incorporate them in our street work too. But concerning also sort of the first question, I think that now it's very critical not to leave aside all these interventions due to budget cuts. Because we are keeping all the time that these numbers reduced will remain reduced only if those interventions And of course the waiting list that we have, 2 years and a half, we keep on having the waiting list for OSTs for 2 years and a half. It has to be reduced to a month, a maximum. Szeretnénk legfeljebb egy hónapra lerövidíteni, de legfeljebb. Köszönöm. Még egy kérdésem lenne mind a két előadó, mind a görög és a román előadókhoz, hogy milyen szabályok vannak a drogfogyasztóknak a hepatitis C kezelés, gyógykezelésbe való hozzájutásával kapcsolatban? Tehát mennyire könnyű bejutni interferon kezelésbe a hepatitis C fertőzött drogfogyasztóknak Görögországban és Romániában? For Romania you have to stop using drugs, but this is ami not Romániát illeti, abba kell hagyni a kábítószerfogyasztást, de ez nem hivatalos követelmény. A hivatalos álláspont az, hogy nincs erre pénz. For people who inject drugs for HIV as well.
És ugyanez a helyzet a HIV befertőzött kábítószer fogyasztók esetében is, tehát tesztet kell végeztetni, ezt elemzik, második tesztre van szükség, és utána jönne a kezelés. Azonban egy ismeretlen számú kábítószer fogyasztó esetén ez az eljárás leáll a második tesztnél. Sok mindenkinek azt mondják az orvosok, hogy jó állapotban vannak, nincs szükségük kezelésre. Hát, hogyha viszont valakinek megvan a pénz a kezelésre, akkor könnyen hozzáfér. De van sok fogyasztó, aki egyáltalán nem fér hozzá a kezeléshez. Treat a lot of people who inject drugs now, and they complain of the fact that they don't know esetekkel foglalkozó kórházban több ilyen esetet is kezelnek, de nem igazán tudják, hogyan kezeljék őket, hogyan beszéljenek velük, hogy az agressziót hogyan kezeljék, hogy a többi beteggel való konfliktus helyzeteket hogyan kezeljék. As far as I know, amennyire én tudom, az egyetemes hozzáférés már nem probléma, csak biztosításra van szükség. Tehát ennyi a hivatalos. Well, in Greece, IDUs that were HIV positive were prioritized in the waiting list for antiretroviral treatment. So that was the interesting thing. When we have reached the top number of HIV new infections, that were around 1,000, we have seen that 35% of those 1,000 people were homeless. So their insurance, health insurance status is very bad. That created a problem because the IDU is not a person that can very easily go and come back and go again and come back to the special infection units. You have to be able, when he or she approaches the special infection unit, to be able to treat and give the best possible support in order to have him or her again coming. That's why we talked about one-stop shops. Well, food, shelter, and other things that they are, their needs are different. They don't want antiretroviral treatment as a basic need. They understand and have to take it. But their need is water, clothing, no? Other basic needs. The Greek state had brought several objections to keep on giving antiretroviral treatment to these 35% that they have lost the insurance, the health insurance status. But, as on the other hand, we were able to demonstrate what in a long term will be the payment concerning the public health expenditures, hospitalizing people, etc. They understood that, okay, we have to do something and, in a way, support with antiretroviral therapy this 35%. What we have as a big problem now, it's a two-thirds of the HIV-positive IDUs that they are not linked, that they have disappeared. This is our big challenge.